himnusz közös eléneklésével vette kezdetét a Rákos Csabai polgári kör szervezésében az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 176. évfordulójának tiszteletére tartott megemlékezés a Kossuth szobornál. Az ünnepségen Halász Dezső, Rákos Csaba Újtelep önkormányzati képviselője mondott beszédet, melyben hangsúlyozta, az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra való megemlékezések mindig is magukban hordoztak egy sajátos, szimbolikus jelentéstartalmat, melynek hozományait máig nagy tisztelet és megbecsülés övezi. A szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat érzését. A korszónak köszönhetjük himnuszunk keletkezését, zászlónk piros-fehér-zöld színének hivatalossá válását, ahogy azt is, hogy országunk fővárosa Pozsony helyett Budapest, hivatalos nyelve pedig latin helyett a magyar lett. Büszkének kell lennünk tehát erre a napra. És ma, amikor nemzetünk újra a fejlődés útját keresi, egy válságokkal, viszontagságokkal teli korban, ennek a napnak emléke nagyon fontos tanulságokkal szolgál számunkra. Ezek a tanulságok pedig az összefogás, a kitartás és a tenni akarás, a hit megtartó eleje, egymásnak megbecsülése. Halász Dezső rávilágított, 1848-49 Magyarország újkori történetének egyik legmeghatározóbb időszaka, a modernkori identitás egyik alapköve, amely egyszerre törekedett az egyéni szabadságjogok kivívására és a nemzeti önrendelkezés megteremtésére. Hozzátette, fontos dolgokat tanulhatunk a szabadságharc hőseitől. A forradalmi ifjak ugyanis elérték azt, hogy ma méltó és egyenrangú félként állhatunk az európai országok mellett. Elődeink tudták, hogy minden véleménykülönbség ellenére vannak olyan alapvető célok, melyek érdekében össze kell fogni. Példát mutattak nekünk, hogyan kell nemzetünk, lakóhelyünk, családunk javáért, jövőjéért küzdenünk. Ahogy Széchenyi István a legnagyobb magyar mondta, tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhassa a jövőn. Ebben a közös munkában vezessen bennünket az 1848-49-es szabadságharc szelleme és példája, és legyünk hűek a forradalom hőseihez és üzenetéhez. Legyen béke, szabadság, egyetértés. Ezt kívánom önöknek, hazánknak, a világnak. A folytatásban a Rákos Csabai polgári kör képviseletében Nyerges Gyulán és Papp Péter, Rákos Mente önkormányzatának részéről Horváth Tamás polgármester, dr. Bakos András és dr. Füzesi Péter alpolgármesterek, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség 17. kerületi szervezetének nevében pedig Dunay Mónika országgyűlési képviselő, dr. Bakos András alpolgármester és Virág Mihály önkormányzati képviselő koszorúzott. A Keresztény Demokrata Néppárt küldötteként Szabó Tiborné, Halász Dezső és dr. Fenke Ferenc önkormányzati képviselők, az Itthon Rákos Mentén Egyesület képviseletében Kovács István és Németh Lajosné, a Rákos Csabaért Egyesület részéről Lambert Krisztina és Pásztor Ádám, továbbá a Magyar Cserkész Szövetség 140-es számú Pro Patria Cserkész csapata, a kerületrész civil szervezeteinek, egyesületeinek, közös kulturális intézményeinek képviselői, illetve a megjelent polgárok helyezték el a szobor talapzatánál a tisztelet és hála virágait. A helyszínen tartott rendezvény ezt követően a szózat közös eléneklésével zárult. A megjelentek ezt követően átvonultak a Rákos Csabai Közösségi Házba, ahol a Zrínyi Miklós általános iskola tanulói adtak műsort, felkészítő pedagógusok Fenyves, Vasadi Zsanett volt. Ez lesz életünknek harca, jövőnk fényes arca. Ez a harc most tényleg végső, ne havasz, és nem lesz késő. A szervezők ezt követően egy állófogadásra invitálták a résztvevőket. Horváth Tamás polgármester pohárköszöntőjében kiemelte, hogy a forradalmi ifjak nem tudták, hogy mi lesz a sorsuk, mi vár rájuk. Egy valami hajtotta őket, az pedig a szabadságvágy volt, példát mutatva, hogy miként kell küzdeni a hazáért. Én úgy gondolom, és minden alkalommal, amikor az ünnepséget üljük, eszünkbe kell, hogy jusson, hogy ők nem számoltak, hogy mi lesz, hanem tették a dolgukat. Tették a hazáért, a nemzetért, hogy egy szabad, független országban tudjanak élni.
és ez egy elévülhetetlen dicsőség a részükről, és tényleg példát mutattak nekünk abban, hogy hogy kell küzdeni, harcolni a hazáért. Hogy soha nem feledhetjük el őket, és ezekkel az ünnepségekkel mindig emlékezzünk rájuk. Az ünnepség közös kocintással és kötetlen beszélgetéssel zárult.